Az U12-es labdarúgó tornára egyebek mellett Adáról, Hajdújárástól és Topolyáról is érkeztek csapatok. A 16 együttes közül a döntőbe végül a Szabadkai Aréna és a házigazda Bajsa jutott be. A kupát a vendégek vihették haza. Bilo lepo, najprej mnogo smo se lepo družili i bilo je dosta borbe i fudbala. Kako si ti osjećao? Jako lepo, zato što smo osvojili i bila je dobra borba, bio je dobar fudbal, druženje. A bajsaiak második helyével és a tornán mutatott játékkal Alexander Draskovics is elégedett volt. Nagyon büszke vagyok, mert kibírtunk volna esni a negyed döntőbe is, mert ott is nagyon szoros volt a meccs, meg az elődöntőbe is, ott is penálokra nyertünk, de nagyon, nagyon jól játszottunk, de sajnos nem nyertük még. A torna legfőbb célja a labdarúgás népszerűsítése és a barátkozás. Számunkra a legfontosabb, tehát a labdarúgást időben el kell kezdeni, a labdarúgást a piciktől kell kezdeni, és építkezni fölfele, hogy egy nap oda kerüljünk, hogy tényleg álmokat tudjunk megvalósítani. És én ezt egy nagyon jó kiinduló pontnak veszem ezt a Szatrak kupát, amely valójában nekünk azért is fontos, mert tradicionális ez már a 20. alkalom, hogy megtartjuk ezt a tornát. Itt Bajsán. A tornán külön díjakat is osztottak, a legjobb kapus, a legjobb játékos, valamint a legeredményesebb góllövő is elismerésben részesült.